Tavaly bombaként robbant be a sorozatok világába a Mr. Robot, és rögtön az év egyik sláger sorozata lett, nem véletlenül. Ha nagyon röviden kéne összefoglalni, akkor egy hackeres harcosok klubjának nevezném, rengeteg társadalomkritikával, aktuál politikai problémákkal. Persze az első szezon nagyon sok mindenbe belekóstolt, szó volt benne a drogokról, családról, munkáról és egy rakás más dologról, hogy aztán egy a világot megváltoztató akció süljön ki belőle. Több hatalmas fordulattal is találkoztunk, amik miatt a második évadnak drasztikus változásokon kellett átmennie. Más nézőpontba kerültek egyes karakterek, konfliktusok, és maga a sztori magja is változott. Ez sokaknak nem tetszett, nem az a fajta feszültség uralkodott, amit megszokhattunk, mint egy kicsit más sorozat lett volna, de szerintem ez semmi gond nem volt, és a második évad méltó folytatása lett az elsőnek. Nem akarok multidézésbe bocsátkozni, gondolom, aki nézi a videót, az látta az első szezont is. Ha nem, akkor sipírsz nézni, mert kurva jó. Szóval a történet alapból más megvilágításba került, mivel Elliot rájött, hogy kicsoda is Mr. Robot, és a hack után elvonult a világtól, hogy ne adjon neki mozgásteret. Darlin megmaradt ugyanolyan nagyszájú csajnak, annyi különbséggel, hogy sokkal nagyobb a nyomás rajta az F-Society kvázi vezetése miatt. Angela jelleme iszonyú sokat változott, szinte semmi nem maradt az életkedvéből, a törtetése viszont töretlen. Tyrell felesége lépett még előre egy szintet, kifejezetten sokat szerepel, de nagyon tetszett, iszonyú beteg csaj. Kapunk pár új szereplőt is, akik közül az egyik legértekesebb Dom, az FBI-os csaj, aki Tyrell és az F-Society után nyomoz. Elég komplex szereplő, igaz, volt egy olyan érzésem, hogy kicsit bontogathatták volna még, de így is átjön a tipikus munkába temetkező és közben végtelenül magányos személyisége. Aztán Ray is tök jó szereplő volt, remek szövegeket és magvas gondolatokat adtak a szájába, igazi manipulatív ember, kár, hogy az évad második felében totál eltűnt. Na de térjünk vissza a történetre. Az évad hosszabb lett, 10 helyett 12 részes, de a sztori is komplexebb. Az E-Corp elleni harc nem ért véget, sőt még csak most kezdődik. A hack csak az első fázis volt, a néhány beavatott pedig a másodikra készül, csak hogy fogalmunk sincs róla, hogy mi is az. Az F-Society Elliot nélkül kénytelen működni, az FBI a nyomukban, Angela próbálkozik, de egészen az évad végéig, vagy hát úgy kétharmadáig nem tud ténylegesen belefolyni a dolgokba, a háttérben pedig White Rose ténykedik, elég drasztikusan. Az évad első fele, bár igazából az egésze, rengeteget foglalkozik Elliot és Mr. Robot belső harcával, azaz ki irányít, mit titkolnak a másik előtt. Ezzel kapcsolatban kapunk pont a szezon közepére érkező brutális csavart, ami után csak kamilláztam mondva, mi az Isten van, de nagyon jót tett a cselekménynek. Aztán fel is gyorsultak az események, újra jött a nyomasztás, a feszültség, ami a 10. részben hágott tetőfokára, ami szerintem a komplett sorozat egyik, hanem a legjobb része. Zseniális lett, vég pörgött, kemény, érdekes volt, meg volt a misztikuma, hogy aztán a végén érkezzen a sokk. Az évadzáról rengeteg kérdés maradt, és az egész évad során járhatott az agyunk, hogy akkor vajon mire is mehet ki a játék, mi a motiváció, ki kivel van és mit miért tesz. Történtek a zárásban is érdekes dolgok és szemöldök felvonásra okot adható jelenetek. Persze kellenek a cliffhangerek, de annyi kérdés maradt, hogy számolni sem lehet. Mi lesz az FBI következő lépése? Mi lesz Darlinnal? Mi volt az a végén a telefonbeszélgetés Angelával? Mit tudhat a csaj és mit nem? A stáblista utáni jelenetben mi történt Mobley-val és Trentonnal? Vajon az, amire mindenki gondol? És hát persze, mi lesz Eliottal? A sok kérdés miatt van bennem egyfajta hiányérzet. Szerettem volna, ha egy kicsit több szeletet kapunk az egész tortából, nem pedig csak morzsákat. Itt sem vagyok azért csalódott, mert lehet, hogy olykor vontatottabb és érdektelenebb volt a cselekmény, de a változások ellenére is sikerült gatyába rázni a sorozatot, és egy remek évadon vagyunk túl. Megőrizte az első szellemiségét, hasonlóan ütnek a szövegek, rengeteg a kreatív ütős jelenet, Elliot vallási fricskája az egyik kedvencemmé vált, de a szitkomos betét is zseniális lett, ugyanúgy megmaradt a társadalomkritika, a hangulat és a szuperzenék. Nem mondom, hogy felír az elsőhöz, de az sem, hogy rosszabb, egyszerűen csak más. De nagyon várom a folytatást, aki pedig nem tette volna, hagyja szépen magát meghekkelni Mr. Robot által. Nem csak kockáknak. Én ennyi lettem volna, tetszett a videó, akkor lájkolj és iratkozz fel, aztán legközelebb találkozunk. Csácz!